Na, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper Papa jelentkezik következő videóval. Keszle Clash, nagyon akartátok, hogy legyen Keszle Clash videó. Mit szólnátok, hogyha elpörgetnénk mondjuk egy olyan 1 millió gemet? Kipróbálnánk igazából, hogy mennyire adja Lila Hero-kat a rendszere ennek a játéknak, ugye. Úgy csináljuk meg az egészet, hogy elpörgetünk egy kb. Egy milla gemet, és utána akkor összehasonlítjuk, hogy kb. Milyen arányban milyen hírókat kaptunk. Oké, srácok? Na, nyomjuk. Mondjuk. Kíváncsi vagyok, hány darab gem után kapjuk meg. Mondjuk tegyük fel először, hogy mondjuk, ha lenne mondjuk, pont az egyik Vice Leaderem Bazsnak volt 18 000 gemje múltkor. Tegyük fel, az első körben 18 000 gemmel kezdjük, és nézzük meg, hogy milyen hírókat kapnánk belőle. Gyerekek, zöld. Legrosszabb. Ez a leg... Egyébként azt tudtátok, hogy a zöldnek kb. Ugyanannyi esélye van, mint a lilának? Ha zöldet kaptok, akkor majdnem annyi esélyetek van, volt arra is, hogy lilát kapjatok. Ó, oh, Atlantic Core, az első lilánk megvan. Jep, 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 jep. Szuper. Oké. Az első 18 000 gemet elpörgetjük csak egyes rollokkal, utána a következő 18, vagy inkább 20 ezer gem legyen, és akkor a következő 20 ezeret elpörgetjük úgy, hogy hármas gemekkel is meg tudjuk nézni akkor, hogy körülbelül melyik ad jobban hírót. Lilát. Ha megint zöld. Ice Demon. Shaman. Paladin. A legrosszabb nem, amikor X elég sok gemet elpörgetsz, és a végén nem kapsz más, mint egy sáros hírót, azt még a legszarabbat is többek között. Ez démon. Sámán. Na, adj valamit, az ember ilyenkor nyomja egy hármasat, ugye már. Egy hármas rolt. 4200 gemnél tartunk. Hoppá, Cupido! Ezért ez nem lesz, nem rossz, ugye? 4650, 4800, 4950. 5400, 5500 gemnél tartunk, 2 darab lila jött eddig. Ugye? Nem, 3, egy Atlantic Core, egy Paladin, meg egy Cupido, és abból csak egy gem only van. A jó régi, ugye? A Cupido az jó régi, és eddig a 42. roltoljuk. 3 leszek, ha hármas rollokkal nyomjuk el a következő 20 ezer gemet, akkor az hogy fogja adni? Nagyon-nagyon szarul állunk. Egyébként most kicsit beszélnék erről a randomitás a játékban, ugye nagyon sokan arról beszélnek, hogy például különböző ilyen mítoszokat belelátnak a rollolásba, ugye? Hogy mitől reggel, meg este, meg hogy 4-50-es roll, meg hogy ilyen, olyan. Ugye az a nagy probléma ezzel, hogyha ilyet belelátsz, hogy gyakorlatilag a randomot is nagyon el lehet nézni annak, hogy például rá van állítva valamikor, bizonyos időközönként jobban ad. Például én most neked dobok, felveszek egy videót olyan arról, hogy vagy te csinálsz egy olyat, hogy feldobsz egy érmét, és ötször egymás után jön belőle mondjuk fej, akkor arra tudnál gondolni elvileg, hogy hú, rá van állítva most a fejre. Ugye? Mert ugye megtörténhet az is természetesen van rá esély. És természetesen nincs rá állítva a fejre, mert ugye ugyanannyi esély van, hogy írás legyen, de mégis te arra gondolsz, hogy hú, most a fej jobban jön. Hát a nagy fasz jönne jobban, érted mire gondolok, hogy ennyi erővel te elpörgetsz 2000 gemet, és lehet, hogy jön belőle 10 lila, és utána máskor meg mit tudom, reggel elpörgetsz 20 ezeret, és nem jön belőle egy csak, és arra gondolsz, hogy akkor este, akkor esett egy csomó, akkor biztos, hogy jobb a ráta a nagy francokat, hanem egyszerűen a randomitás, hogy ilyeneket, ilyen anomáliákat tud produkálni. Például nézzétek meg, hogy 12 ezer gebből 3 darab szar lila híró jött eddig. És ez a rendszer, amivel én csinálom itt a dolgot, rollolok, az ugye teljesen statikus, nem állít, nem nincs folyamatos drop ráta állítás, meg ilyen esélyállítás nem létezik, ugye? 15 ezer gemnél tartunk, 3 darab legendünk van. Oppá, még egy Cupido. Még egy Cupido bejött. 4 darab legend.
A Legend Hero, legendás Hero. És itt értük el ugye a tizen... Hoppá, még egy kupira, bazza, három kupira, és itt értük el ugye, igen, és még egy immortal. Itt értük el Bajsnak például az izéjét, a határát, amit múltkor rólott, így, ő is például azt hiszem kettő darab legendet kapott, és mondta, hogy az valószínűleg amiatt, mert hogy ő... hogy eventkor, vagy nem eventkor, akkor is beszélgettük vele, hogy vajon mi lehet ennek az oka, és én mondtam akkor is neki ezt az érmés példámat, hogy ezt nem lehet kiszámolni, ezt hiába, ez olyan nagy léptékben tudnád átlátni ezt a dolgot, hogy mennyi esély van rá, mint például most, amikor majd 1 millió gemet el fogunk pörgetni, és akkor ugye megtudjuk, hogy mégis mennyire jó, vagy mennyire nem. Na most csináljunk egy olyat, 18 ezerből, ha jól tudom, 5 darab lila jött, hogy felmegyünk még 20 ezerig, 20 ezerig elpörgetjük, és akkor most hármas rólókat fogunk nyomni, gyerekek. Innentől. Ujj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 
durva, ugye, hogy így nézed, hogy szaruljon. Ilyenkor meg mit tudom, bedob két Atlantic Core-t, meg esetleg bedobna most is, meg egymás után egy csomószor, és akkor arra gondolná, hoppá, állítottak rajt, pedig nem állítottak rajt természetesen. Vagy állított a rendszer, hanem figyeli biztos, hogy hogy rollolsz, meg figyeli, hogy vettél egemet, vagy nem vettél. Annyi ilyen urbán legend van gyerekek ezzel a játékkal kapcsolatban, és még mint minden random faktort használó játékkal kapcsolatban, hogy ez hihetetlen. Jó. Igen, és akkor ez a harmadik volt, ugye? Most volt egy championunk. Druid, és ha belegondoltok, még semmi olyan extra jó híró nem jött. Jó, a Cupido az alaphíró, de azon kívül még semmi nem jött. Oké. Jó, oké. 20 ezeret elpörgettük, jött megint szinte ugyanannyi híró, úgyhogy a 450-es meg a 3, különben 150-es között szerintem semmi különbség nincs. Most egy kicsit gyorsítsunk be. Nézzük, hogy mikor jönnek valami érte. Még egy champion. A championoknak, meg ezeknek sokkal nagyobb esélye van egyébként. A sárdos hírók azok ugye iszonyatosan tudnak. Nekem különben a paladin, a ninja meg a champion az állandóan jön. Atlantic Court itt ninja. Kettő darab sárdos megint, ugye? Siren. Sáros híró. Majdnem azt mondtam, hogy megint kaptunk egy gemolit, de a Siren ugye sáros. Na, egy Warlock. Egyébként kis ökuntra pont ma jött nekem egy Warlock. Megvan a Warlockunk. Ó, egy Golem. Na. Na, és ugye, hogyha például ezt így folyamatosan egymás után nyomod el, akkor azt mondod, ó, és Santa Boom, gyerekek, három egymás, vagy öt nyomásból, ugye jött három darab nagyon jó gemolit. Itt ő, TG meg Ninja együtt. És ugye tényleg, hogyha kifogsz egy ilyen sorozatot, már is azt látod bele, hogy mit tudom, abba az időintervallumba, vagy amikor nem volt event, vagy este, vagy reggel, vagy amikor éppen ez történik veled, akkor hú de jó a rollott is Snowzilla. Immó. Nekem különben régen, mert én is hittem az ilyen urban legendekbe. Nekem az volt, hogy 1-1-3, mindig 1-1-3-at szoktam nyomni, hogy 1-1. Egy, és akkor három. És akkor hú, akkor biztos jön. És ez amiért volt, mert körülbelül kétszer-háromszor ez megtörtént velem, hogy jött. És ugye véletlenül, természetesen, ugyanúgy, mint az érmés hasonlatnál. Mázlin volt vele, háromszor jött, és akkor beleláttam, hogy ez biztos úgy van. Három. És hogy egy, három. Egy, három. Egy. Három. Egy. Három. És nem jön. Három. Most azt akartam volna prezentálni, hogyha jönne. Most egy TG. Egy. Ott volt egy paladin. Gyerekek, Szakobusz. Igen, hát a sárdos írókat, ez jóval. Jó, Vlad Dracula. Gyerekek, 76 ezer gemnél kaptuk meg a Vladot. 76 ezer gemnél. Tehát, hogyha most ez tényleg úgy történne, hogy ráköltöttük volna a játékra, akkor gyakorlatilag egy 80 ezer forintot rácseszel, akkor megkaptad volna a Vlad Draculát.
Persze, lehet, hogy az első 150-es pörgetésből ki is jöhetett volna. Kupidon már van egy hegynyi. És PD-k még mindig nincs, már 80 ezer gábnél járunk, de még mindig nincs PD. Pixi. Na, Candy. Megjött a Candy Kane, ugye a legújabb Hero játékban, amikor nézed ezt a videót, akkor nem tudom te mikor nézed, de amikor ezt veszem fel, akkor ugye ez a legújabb Hero játékban. Immortem. Például arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy PD úgy kb. Hány, mennyi gem után fog nekünk itt beesni. Santa Boom. Santa Boom nekem az egyik kedvencem. És Eriest például még nem láttunk, még egy csomó hírót még nem láttunk. Utána, miután ezzel végeztem, megvan az 1 millió gem. Utána csinálunk egy olyat, hogy az összeset meg fogom mutatni nektek, hogy milyen arányba, hány százalékos arányba, milyen, hány százalékos arányba voltak zöldek, hány százalékos arányba kékek, hány százalékos arányba legendek, és minden egyik híró ki lesz listázva, és meg tudjátok nézni, megnézzük együtt, hogy mégis mi hogy esett ez a... Én az első PD-ig most nagyon kíváncsi vagyok, addig el akarok menni. TG, Champion, kíváncsi vagyok. Srácok, 1 millió gem, most, aki nézi ezt a videót, az írja már meg nekem, pörgessen le, és akkor írja már meg, hogy szerintetek melyik lesz az a híró, ami 1 millió gemnél legtöbbet kapunk belőle, és ez lila legyen, lila híró, és melyikből kapunk legkevesebbet. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire éreztek rá, hogy melyikből kapunk legtöbbet, melyikből legkevesebbet. És a végén megnézzük, hogy mennyire találtátok el, oké? Okay? Na, írjátok meg, addig én, hogyha lilát látok, akkor szólok, jó? Nyugodtan lepörgethettek. Hát, egy darab druid, hogyha még nem látod, vagy még mindig írsz, akkor szólok, hogy egy druid esett. És már csak 350-es rollokba nyomjuk, ugyanannyi esély van gyerekek, így is, mint hogy 150-esben, tök lényegtelen. Egyébként meg még egy ilyen urban legend, amikor összegyűjt valaki gemet, ugye, és többet nyom el, vagy ugye a 150-es rolloknak az összefüggése, mert ugye amikor a 150-es rollokkal játszik valaki, akkor szokták mondani, hogy hú, hát nekem 150-es rollból jött minden, és mégis kiesett minden. És hát, ugye gondolom, mert ő úgy játszik, hogy 150-esével rollol. Hát egyértelmű, hogy akkor ő csak úgy jöhetett ki neki. Ó, megjött az első ork, gyerekek. De például lehet, hogy egy másnak meg például nem így jött ki. És aki a 150-es rollokból jött neki minden, az is ugye random, az is tök véletlenszerű. Ezt gondolom mindenki, nem fogok senkit meg, vagy akinek ilyen nagyon-nagyon vakultan hisz ezekbe a városi legendákba, hogy működik a rollolás. Azt én nem fogom tudni meggyőzni. És egyébként nem is akarom, csak én az én verziómat gondoltam be azon. Ninja, gyerekek. Thunder God. Champion. Az első darab PD-t meg nem látom. Addig ilyen szépen lassan fogjuk rollolni. Utána egy kicsit bele fogunk gyorsítani a dolgokba. De nagyon kíváncsi vagyok Grizzly Reaper az se volt még, ugye? Ő se volt még. Kíváncsi leszek, lesz-e olyan, hogy három darab Legend. Na, szerintetek? Olyan lesz, és hol van a pérénk? Immolt, bazzeng, meg P, meg izé, meg ezek a sáros hírokból már ilyen tucatra való van szerintem. Valamelyikből. 168 ezer gemnét tartunk, és még PD-d nincs. Igen, gyerekek. Ugye jó, oké, itt ugye már, hogyha például vennétek gemet, akkor közre játszik az is, hogy lucky flipping, meg mit tudom én, milyen eventekből ugye tudsz nyitni. Úgyhogy annak még nagyobb esélye van, mint hogy így megkapod a PD-t. Úgyhogy
Különben mindig, aki panaszkodik, hogy szar a hírói, annak is van PD-je, annak szoktam mondani, hogy én 8 hónapot vártam a PD-re, vas, mondjuk úgy, hogy barátom, aki ugye Vice Leaderem, ő 3 éve lassan játszik a játékkal, szinte kezdetektől, és még mindig nincs PD-je. Pedig ilyen 140 ezer májton van, vagy nem tudom mennyi van, meg minden nap játszik, és nincs PD-je. Aki azt mondja, hogy szar híróim vannak, és hogy hú, de kár, hogy rossz, nincsen szerencsém, az, és ott van a PD neki, az szerintem tegye össze a kezét. Jó, oké, Champion, Druida, az meg még mindig nincsen, nézzétek, 200 000 gemnét tartunk el. Az már igen, nem? 200 000 gem, és még mindig olyan szerencsétlen vagyok, hogy nincs PD. Bocs, az egerem egy kicsit hangos, hogyha így halljátok, hogy kattog. Na, 2 darab lila egymás. Hát ott volt egy ork, ott volt egy ork. Atlantic kórunk is korolcsokban. Immó is nagyon sok van, bazd. És egy csomó hírót még nem láttam. Nagyon sok hírót, Gemollit még nem láttam. Az a durva, gyerekek. Azt mennyi immót kapunk már most? Azon gondolkozok, hogy melyikeket nem láttam a Gemonlik közül, de vajon melyikeket? Lehet, hogy láttam mindet, csak így már beleképzelem, hogy nem. Próbálom végig gondolni a lenyémeket. Harpy Quint például nem láttunk, ugye? Azt sem láttunk. 236 000 gemnél vagyunk. Iszonyatosan már szerencsétlen rollolásom van. Ezt már most érzem. És ugye most megcsinálom ezt az 1 millió gemet, és csinálnak még egy ilyen 1 millió gemes rollt, akkor már az se biztos, hogy ugye az pont ugyanígy jönne, és lehet, hogy kétszer ennyi Legend jönne, és akkor mondhatnátok, hogy hé, volt különbség a kettő között, biztos jobban rá volt állítva, na itt az első hákunk, bazd. Hogy a francba eddig nem jött. Ó, és az első Skook Knight, 253 000 gemnél gyerekek. Az már igen, nem? Az már igen. És PD még mindig nincs, basszus. PD még mindig nincs. És ugye akkor van még az a teória is, hogyha már van egy híród, van ez az városi legenda, ha már van egy híród, akkor az jobban jön. Hát... Azt sem tudja, gyerekek. Most komolyan mondom, ez is elég furcsa, mert... Tudom. Különben a boss szoktam, a Vice Leader-emet szoktam így felhozni például, neki például nagyon kevés gemonlia van. Legelső gemonlia az talán fél éve, vagy kicsit több, mint fél éve esett, és addig csak sárdosai voltak, és például van neki, mit tudom, van Cupidója, az esett már azóta neki, van például, azt hiszem, hogy Ariasze van, de az még valahol nem esett neki, pedig azóta iszonyat sokat elrollolt, Harpy Quinn megint. Ez lehet, hogy megint inkább ilyen, tudjátok, Murphy törvényeszerű, hogy pont az esik, ami már van, és akkor azt jobban is belelátod, hogy az már van, és már megint milyen esett. Na, jó. Én szerintem Immó fog nyerni egyébként. Ha leírtátok, hogy melyik fog nyerni, most már nem ér kijavítani, szerintem az Immó fog nyerni. Baszd, nem hiszem el, nehogy az legyen, gyerekek, hogy 1 milliót elrollunk, aztán nem lesz pédénk. Akkor sírni fogok. Basszus, most már ott egy Warlock megint. Valami legyen Snowzilla. Tégi, iszonyat, ott egy Warlock megint. Ott egy Grizzly Reaper most elég jól adja. Ó, ott a Vlad Dracula. Vladból 2 darabunk ma 300 000-nél. Jelzem. Succubusból is kurva sok van. Grizzly Reaper megindult.
Vannak olyan észrevesztitek, vannak olyan részek, ahol például egy nem esik, és akkor valaki kifog egy olyan sorozatot, akkor mondhatja, hogy szerencsé, nem jó most a roll. Pedig azt lehet, hogy pontosan ugyanolyan, lehet, hogy még egyszer ugyanannyit elroll, akkor már ugye esik neki sokkal, vagy abban a sorozatban meg egy csomó esik neki. Szíren. PD nélkül vagyunk, 334 ezer gemlé, gyerekek. Fuck yeah! Immó. Oh my god! Nem hiszem, halljátok, vannak olyan sorozatok, hogy ilyen, szerintem ilyen 10 000 gemet elrollolok, azt nem jön semmi benne, csak egy druid meg egy champion. És akkor csodálkozunk, hogy tényleg valamikor nem jön itt egy hónapokig valami, nem? Freegemesekre gondolok természetesen. Immob az meg az... Durant lehet, hogy... Szerintem az Immob vezet, vagy a champion. Nagyon kíváncsi leszek az arány. Ott volt a PD, ott volt a PD, és tovább nyomtam. 369 ezer gemnél. PD, egy darab. Na. Jó, oké. Na gyerekek, csinálunk egy olyat, hogy ne kelljen nekem itt kattogatnom. Nyomunk egy ilyet, és lepörgetjük a maradék gemet, gem mennyiséget. Lepörgetjük a maradék gem mennyiséget, tehát 1 millió gemet elrollalunk. És itt már ugye a PD megvan például, és akkor megcsináljuk az összehasonlítást. Oké? Ez egy ilyen autorollra, ott volt egy PD megint. Autorollra raktam a maradékot, tehát gondolom nem akartok még 700 000 vagy 600 000 gemet itt elrolloltatni velem. Mert már izét kapok. Aminek nevezik? Inhüvel gyulladást. Jó. 1 millagem, 1 millagem gyerekek. Az már szupi kis rollolás. Hatszázalénél tartunk, és a végén csinálunk akkor egy olyat, hogy megnézzük gyerekek, hogy mi az, ami jött, és mi lett a végeredmény. Kíváncsi vagyok, hogy ugye tippeltetek, hogy milyen Lila Hero-ból lett a legtöbb, meg miből a legkevesebb, hogy ezt eltaláltátok-e. Nyomjuk, 700 000-nél tartunk, gyerekek. Iszonyatosan sok, még így is elrólolt 1 millió gemet. Pedig higgyétek el, gyerekek, hogy nagyon sok játékos már ilyen környékén jár. Ennyi gem mennyiség környékén jár. És megsúgok egy kis titkot. A legendary aránya most, jelenleg, ebben a pillanatban 4,8%, és a zöldnek az aránya viszont 10%. Tehát nem oké, okay, hogy nem pont ugyanannyi, de nagy esélyed, dupla annyi esélyed van a zöldre, mint a lilára. Viszont ugye az elitnek az esélye, a kéké, annak meg 60% körül van. Na gyerekek, 900 000-nél tartunk. Gyakorlatilag 5% esélyed van, hogy legendet kapsz, lilát kapsz egy rollolásból, 10% esélyed van, hogy Ordinaryt, és 60% esélyed van, hogy elitet kapsz. Na. És ez csak a hírokra vonatkozik természetesen. Jó, itt most már akkor befejezzük manuálisan. 1 millió gemnél tartunk, gyerekek. És akkor nézzük meg, hogy mik lettek pontosan. Itt a végeredmény, jó gyerekek? Itt most megmutatom, itt a kulisszák mögé benézzünk. És akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen hírók estek. Atlantic Core-ból, itt vannak ugye bal oldalt, látjátok, hogy itt vannak a Frostwitch-ből esett például 86 darab, a Dryad-ból esett 102 darab, ugye, és az Engineer-ből, és minden egyiből itt ki van listázva, hogy melyikből mennyi esett. Itt látszik, hogy 1351 darab Sacrificed kéket kaptunk, és 259 darab lila taknyot kaptunk, és zöldet nem adott egyet se, tehát nem esik. Ott láthatók a kék hírók középen, amint látjátok, ugye
meglátjátok, hogy melyikek. 449 például Eskúból, Sámánból, meg melyikből mennyit kaptunk. És akkor nézzük meg a lilákat, gondolom mindenki arra kíváncsi, természetesen a lista még nem teljes, mert nem fér bele mind. Nézzük meg, melyikből kaptunk mennyit. Atlantic Core-ból 27-et, Paladinből 25-öt, Cupidóból 11-et, Immortebből 33-at, Championból 26-ot, Druidból 24-et, Ninjából 32-et, Succubusból 32-et, Orkból 5-öt. Nagyon kevés passzus az ork, ugye? Sirenből 23-at, Warlockból 6-ot, Golemből 3-at, Santából 7-et, TG-ből 14-et, Snowzillánból 4-et, Vladból 7-et, Pixiből 8-at, Candyből 7-et, Grizzlyből 27-et, Haku-ból 4-et, Skull Knight-ból 3-at, PD-ből 3-at, és DD-ből kaptunk egy darabot csak, és Eriasből 3-at, és Ditknightból is egyet, érdekes, és Treanturból is egy darabot, gyerekek. Jól van, oké, okay, gyerekek, srácok, úgy érzem, hogy végeztünk mára ezzel. Na, és akkor itt vannak a, ugye, Ordinary-ből összesen 660, vagy 678 darab lett belőle, a gyerekek, és 10%-a ugye Elite-ből ugye 4047, az 60%, és Legendary-ből 334 darab jött ki, és akkor ki nyert ugye 33 Immortep, szerintem ő viszi a pálmát, a legkevesebb viszont ugye Treanturból és a Deep Knight-ból esett például, és a DD-ből még, ha jól látom, ők az egy darabosak. Jó van, srácok, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, remélem tetszett az a kis videó. Ja, igen, annyival tartozom mindenkinek, a videó leírásban találtok egy linket, ez egy role szimulátor, ami a megpróbálja megfelelően szimulálni ugye a Kestlekles környezetét, és ugyanazokkal az esélyekkel dolgozni, mint a Kestlekles játék maga, és tudjátok próbálgatni, hogy ha elbrolloltok, akkor mennyi esélyetek van. Az urban legendekről, vagyis a városi legendákról én már elmondtam a magamét. Szerintem a játékban se nincs más, nem állítanak semmit, én ezt gondolom, hanem egyszerűen a szerencsén nagyon sok múlik. Itt is láttattátok, hogy volt olyan sorozat, amikor gyakorlatilag 20 ezer gemből semmi nem jött, meg volt olyan három nyomás, amiből például 3 gem only. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a kis videó. Próbálgassátok a szimulátort, jók legyetek, sziasztok!